Azért a meccs elején nagyon koncentrálni kellett arra, hogy van egyfajta különleges zóna, amit játszanak, és ez ellen, hogy tudjuk a támadásokat megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól alakult az elején, illetve a két legjobb játékosukat a kiállításokkal az elején sikerült megtorpantani, és ez okozta azt a, azt gondolom, mentális előnyt is, és utána fizikálist is a harmadikban, hogy igenis ott el tudtunk menni 4-5 góllal talán. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó volt a védekezés, rengeteg blokkunk volt, ha esetleg a blokkon átment volna a labda, akkor ott volt Alda, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ez egy ilyen nagy csapategységre utal, hogy ennyi blokk, ennyi védés volt, illetve elől a támadásokban az utolsó passzokra megtaláltuk a jó embert, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, hogy így játszottunk ma, meg hogy egy embert így ki tudtunk ide csalni. Azt gondolom, hogy elő nagyon sok helyzetünk volt már az első két negyedben is, és szerintem ott is meg tudtunk volna lépni 2-3 góllal, de talán egy kicsit tényleg így túl görcsöltük, vagy nem tudom, kapufákra mentek a lövések, de hátul a védekezés az rendben volt, és abszolút ezen múlt a mai győzelmünk, hogy ha elő nem is ment feltétlenül olyan gördülékenyen, de hátul nem kaptunk gólt, és mi mindig akkor játszunk jól, és akkor tudunk meccseket nyerni, hogyha hátul rendben van a védekezés, és abból tudunk építkezni elő. A meccsnek addig nincs vége, amíg le nem fújják, szóval tök mindegy, hogy itt mondták, hogy 6-tal is vezettünk, teljesen mindegy, ugyanúgy kell küzdeni és játszani a végsőkig.